Átlátszó hulladéktároló zsákokat adnak át jelképesen a Sóstóhegyi lakosoknak Nyíregyházán, ahol hamarosan házhoz mennek a kidobott üvegekért. Bár Nyíregyháza a szelektív hulladékgyűjtésben országosan már most is a harmadik legjobban teljesítő város, az üveghulladék szelektív gyűjtésének kezdeményezésével ismét új fejezet kezdődhet. A biohulladék, a szelektív papír és műanyag gyűjtő szigetek kialakítása után a következő lépés, hogy ne csak a hulladékudvarokban lehessen kulturált módon megszabadulni az üvegtől. A júliusban induló kísérleti szakaszban a sóstóhegyi és nyírturai lakosok számára elég lesz ezekbe a zsákokba gyűjteni a feleslegessé vált üveget és a megadott elszállítási napon kihelyezni a ház elé. A vegyes hulladék analízisével megállapításra került, hogy a megyében begyűjtött vegyes hulladék közé 1200 tonna hulladék, üveghulladék kerül. Én úgy gondolom, ez egy olyan mennyiség, amiért érdemes elindítani egy külön gyűjtőjáratot, egy megyei szintű gyűjtőjáratot, hogy ehhez az anyaghoz hozzájussunk, és természetesen ne az enyészetnek adjuk át, hanem újrahasznosításra vissza tudjuk forgatni az ipari körforgásba. Kísérleti jelleggel vezetjük be pilot program keretén belül a házhoz menő zsákos gyűjtést, hogy megtapasztaljuk a keletkezés intenzitását, vagy a keletkezett mennyiséget, ahhoz, hogy utána később a megyei begyűjtéshez a megfelelő adatok feldolgozásával egy hatékony és költséghatékony járatot tudjunk indítani. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében lehetőleg ne összetört állapotban gyűjtsék az üveghulladékot, illetve hogy az építési, bontási tevékenységből kikerülő olyan síküvegeket, mint például az ablaküveg, tükör és autóüveg ne helyezzék a gyűjtőzsákba. Más egyéb kitétel nincs, a zsákokba kerülő üvegeket nem kell külön tisztítani, és a fedeleket is rajtuk lehet hagyni. Remélem, hogy ez a két hónapig tartó felmérés, amelyben itt részt vesznek majd a hulladékos kollégák, az sikeres lesz, és hogyha sikeres lesz, és jól sikerült, tehát az emberek tényleg kiviszik a kukákat, tényleg beleteszik ezekbe a zsákokba az üvegeket, akkor a Nyíregyháza több pontján is bevezetik ezt a szolgáltatást. Ulrich Attila alpolgármester emlékeztette a sajtótájékoztatón megjelenteket Nyíregyháza klímastratégiai vállalására, mivel az üveghulladék elkülönített gyűjtésével és kezelésével növelhető az újrahasznosítható nyersanyag aránya, valamint csökkenthető a lerakásra kerülő vegyes hulladék mennyisége. A tesztfázisban résztvevő sóstóhegyi és nyírturai lakosok a postaládájukban fogják megkapni a zsákokat, számszerűen 3 darabot 6 hónapra, vagyis 2 havonta 1 zsák üveghulladékot lehet majd elszállítatni.